2016-ban a dal felfedezettje díj nyertese volt Petruska, aki ezúttal a Szerencsezombat színpadára hozta el dalait. A zenész ebből az alkalommal beszélt nekünk készülő lemezéről és szerencse történeteiről. Ez egy újabb morzsája az új lemeznek, ami majd jövőre jelenik meg, úgyhogy kellően izgultam így a felvétel során, mert más felvenni a stúdióba, és most itt van, most hiába írtam meg több mint egy éve, de most lesz a puding, próbálja azt, hogy a nézők ezt látják. Én itt előadom, de feltölt, és nagyon-nagyon jó érzés végre új anyaggal foglalkozni. Nagyon örülök annak is, ami mögöttem van, mert az előző lemezzel gyakorlatilag 3 évig folyamatosan koncerteztünk, és ez egy nagyon szerencsés dolog, de nagyon jó érzés megújulni. Az egész évem olyan jól és könnyedén alakult, tehát lehetne nagy nyomás az a sok koncert, meg hogy új dalokat kell írnom, meg új formáció alakul, de valahogy olyan minden úgy együtt áll ahhoz, hogy ebben olyan könnyedén, játékosan működjem, és hát szerencsés véletlenek is vannak, például elhoztátok Stinget Budapestre.